Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitai György vagyok, mesterszakács, és ez itt az Én Alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És nagyjából 20 éve volt olyan szerencsében részem, hogy egy 3 hetes indonézián gasztro tanulmányúton vehettem részt, és én egy nagyon szorgalmas tanulónak bizonyultam, mert híztam 8 kilót. De a lényeg, hogy óriási ízekkel ismerkedtem meg, egy fantasztikus ízvilággal, egy fantasztikus gasztrokultúrával, és nagyon sok receptet is hoztam magammal. És ebből ma bemutatom Önöknek az egyiket, ez egy bali csirke nyárs mogyoró szósszal. Ez kint egy nemzeti ételnek számít, tulajdonképpen utcai járusoknál ilyen pici nyársakat lehet látni, ott sütik sorra. Lássuk is a részleteket. Az ételkészítés előtti napon el kell készítenünk az úgynevezett acárt, ami egy helyi uborka saláta. És akkor nézzük, ez hogyan működik. 1 dl vizet kimértem egy tálba. Most teszek hozzá 1 dl cukrot, ezt már is itt pontosan kimérem, egy pillanat. Ugye, tehát itt most jön első körben az édes savanyú, azután pedig majd jön hozzá a csípős. Nézzük csak, tehát 1 dl víz, 1 dl cukor, és következzék 1 dl ecet. Én 6%-os fehérbor ecetet használok, ez elég enyhe hozzá. Így. Most ezt az egészet addig melegítem, amíg a cukor el nem olvad. A tűzről lehúzva dobok még bele egy csipetnyi sót, elkeverem. Ugye itt még a cukor egy picit darabos, de miután elég meleg ez a salátalé, ez föl fog oldódni. Tehát nem kell addig melegíteni, amíg magán a tűzhelyen elolvad, hiszen ez is bőven elég hőt biztosít. Egy fél kígyó uborkát szerintem így most 3 részre fogok vágni, és föl fogom szeletelni. Láttam kint olyan változatot, ahol vékony csíkokra volt vágva az uborka, láttam olyat, ahol meg is volt hámozva, és persze láttam olyat is, ahol ilyen kis háromszög alakú volt. Én ma magam részéről ezt tartom így a legjobbnak, de tulajdonképpen mindegy. A sárgarépával ugyanez a helyzet, ez itt nekem egy ilyen, mondjuk úgy, hogy körülbelül egy arasznyi darab, ez egy zsenge sárgarépa, elnegyedelem, és akkor így fogom felszeletelni. Szükségem van még az eredeti recept szerint salotta hagymára, de azt én nem kaptam. Úgyhogy vettem egy ilyen kicsit fejesedő új hagymát, és ez pótolja nekem tökéletesen a salottát. Még annyi, hogy az újhagyma zöldjéből is tettem félre, azzal fogom meghinteni az ételt díszítésképpen. És akkor annyi, hogy a salottát, illetve ezt az újhagymát, ezt kicsi cikkekre vágom. Most megmutatom Önöknek, én tegnap ezt már bekevertem, azért, hogy ma ne ússzak el időben, tehát nekem itt van már készen ez a saláta, kell 24 óra, hogy az íze összeérjen. És akkor itt lesz nekem ez a másik, és még egy fontos összetevő kerül bele, nevezetesen 1 darab chili. Hogy most én ezt fölaprítom, belekarikázom, vagy csak így egészbe beleteszem, ízlés dolga. Az eredeti recept jóval több csilit használ, de én nem merek. Egyébként is az jellemző a kinti ízekre, hogy sokkal csípősebb, mint ahogy mi azt megszoktuk, főleg mondjuk egy koreai konyha, tehát ott, amire mi azt mondjuk, hogy csípős, azt ott a kis túlzásod a gyerekeknek adják. Nos, elkészült tehát nekem ez a salátám, mehet a hűtőbe letakarva, és érlelem 24 órán át, de ez akkor ugye majd nekem már holnap lesz, és én ma azt használom, ami tegnap elkészült. A mogyoró szószban megint csak azt lehet majd megfigyelni, amit az előbb is, tehát hogy az édes, a savanyú és a csípős íz, ezek keverednek egymással. és itt mozsárban szokás mindent összetörni, de hát nem ilyen kis idétlen mozsárban, hanem egy ennél jóval szélesebben, amiben belefér minden, és akkor ott egy ilyen törővel elmaszatolnak benne. Én szeretem előre felaprítani a dolgokat, hogy ne kelljen annyit küzdenem a mozsárral. Úgyhogy most az történt, hogy egy darab csili paprikát és 2 gerezt fokhagymát fölaprítottam, és elkezdem ugye klasszikusan itt a mozsárban összetörni jó apróra, pépesre. Talán mondanom se kell, az eredeti recept itt is jóval több csilit használ, de én nem merem, mert tényleg nagyon erős lesz. Ahhoz, hogy könnyebben tudjam törni, teszek egy pici sót, mondjuk egy ilyen fél kis kanányit. És ugye, mint amikor a hagymát pirítom, ott is arra szolgál, hogy elkezdje szétszedni egy kicsit a hozzávalókat, pontosabban ott a hagymát, nos itt is ugyanaz a szerepe, úgyhogy hamarosan egy pép lesz itt nekem. Eredetileg pálmacukor kerül bele, nekem most sima barna cukrom van itthon, nátszukrom, és ehhez a mennyiséghez 2 evőkanál, ami szükségeltetik. Körülbelül így. Nagyjából ebben az időszakban szoktak hozzáadni kaffer-lime levelet, egy olyan 2 darabot, de azt én nem kaptam. Úgy, még utánajárással sem, úgyhogy arra gondoltam, hogy azt én most kihagyom, de tudjanak róla, tehát aki teljesen a tökéletességre törekszik, 2 darab kaffer-lime levelet törjön bele ide ebbe a fűszeres masszába. A savanykás részt egy úgynevezett tamarind paszta fogja adni, nevezetesen ebből tegyünk bele, hát egy ilyen jó, hát nem is egy, inkább tegyünk bele 2 kis kanálnyit, ugye? Ha 2 volt a cukor, igaz, hogy az evőkanál, akkor maradjunk a 2 kis kanálnyi tamarind pasztában. Ez lesz az, ami majd a savanykás ízt hordozza, és úgy tudnám összefoglalni, hogy talán olyan, minthogyha mi az egresünket ledarálnánk, pépesítenénk, és abból lenne egy paszta. Körülbelül ilyesmi íze lehet. Egyéb iránt maga a tamarind az egy örökzöld fa, aminek a puffat, ilyen szabálytalan hüvely alakú érett termését, pontosabban annak a húsát préselik, és abból lesz maga ez a massza. Irgalmatlan, széles skálán használják, ez a távol-keleti konyha egyik abszolút elmaradhatatlan fűszere. Erőteljesen savanyú, fanyar, nagyon intenzív. És jöjjön akkor egy utolsó hozzávaló, nevezetesen a pirított mogyoró. Ebből olyan 20 dekát fogok használni, ide most a kis mozsaramba, ahogy említettem is, hogy ezzel azért nem vagyok annyira kibékülve, ebben nem fér most olyan sok, úgyhogy csak egy keveset fogok így összetörni, és a többit, azt én már előkészítettem, nevezetesen bedobtam egy ilyen gyorsvágó gépbe vagy turmixba, és itt már annyira pürésítettem, hogy legyenek benne pici darabkák, tehát ne legyen teljesen egynemű, de mégis kellőképp sűrítsen, tehát legyen püré is benne. Egyébként a tamarinnak túl azon, hogy mindenféle jótékony hatást tulajdonítanak, még van egyfajta húspuhító hatása is, tehát ilyen szempontból is jó, ha használjuk. Lábasba tehát átkapartam a mogyorót, most átkaparom azt, amit ugye a mozsárban összetörtem. Elvileg tehát az egészet össze kéne törni itt a mozsárban. Gyakorlatban viszont lehet, hogy könnyebb, ha mindenki az egészet egy ilyen gyorsvágógépben vagy turmixban készíti. Első körben öntöttem rá 2,5 deci vizet, és most fölteszem a tűzre. A forrástól számított 2-3 percig fogunk forralni, és azután már csak édes szójaszósszal fogom ízesíteni, illetve ha kell, akkor egy picit meg is fogom sózni. Még a mogyoróval kapcsolatban annyit, hogy Ugye a takarékosabb változat, ha ezt a földi mogyorot használjuk, de láttam olyan változatot, ahol az úgynevezett amerikai vagy török mogyorót használják hozzá, sőt, a pirítást úgy csinálták egy csomó helyen, hogy bő zsírba, illetve hát igen, kókuszsírba, bő kókuszsírba bedobták a mogyorót, és úgy pirították meg. Tehát köze nem volt ahhoz, amit mi itthon pirításnak hívunk, hogy egyszerűen zsiradék nélkül megpirítgatjuk. Teszek bele olyan három evőkanálnyi édes, tehát sötét szójaszószt. Annyi vízzel öblítem ki magát itt a kanálkámat, hogy ez az egész egy ilyen jó mártás sűrűségű legyen. Szerintem teszek bele még egyet, tehát akkor összesen 4 evőkanál szójaszós, csak azért, hogy itt minél pengébb legyen. Még egy kevés víz, és most lesz az az állag. Jó, tökéletes, az állaga jöhet le a tűzről. Vásároltam 75 deka csirkemelfilét, amivel ugyanazt teszem, mint általában, tehát a hártyái mentén szétvágom, ha volna benne nagy hártya vagy csont, azt természetesen kikapkodom belőle, tehát itt van is benne egy csont, ezt gyorsan kiszedem, és ezután a húst egy olyan 1 centis kockákra vágom, maximum 1,5, de a lényeg, hogy tényleg ilyen szép kicsik legyenek. Szerintem azt csinálom, hogy először ezt lapjában így bevágom, így akkor kapok egy körülbelül egyforma vastagságú szeletet, de ezeket a pici zsírokat, ezeket rajta hagyom, és akkor nézzük, körülbelül így el is lehet kezdeni kockázni. A lényeg, hogy ezek a mi nyársainkhoz viszonyítva abszolút kicsi, csinos kis nyársak, és ennek megfelelően a húst is kicsire vágjuk hozzá. A húspácolása a következőképpen néz ki. Kerül rá 2 evőkanál hagyományos világos szójaszósz. 1, 2, ugye ez elsősorban a sót szolgáltatja. Kerül rá 2 evőkanál édes szójaszósz. 1, 2, 4. Kerül rá 2 evőkanálnyi ebből a mogyoró püréből tulajdonképpen, vagy szószból. Picit megsózom. Kerül rá egy kevés őrölt fehérbors. És most van tökéletesen fűszerezve. Összeforgatom, és 1 órán át hűtőszekrényben pácolom. Ez alatt bőven van időm rendet rakni, illetve mindjárt rendrakás után megfőzzük a köretként szolgáló rizst. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 50 deka jázminrizst megmostam, alaposan lecsöpögtettem, és most 3 evőkanál olajra rádobtam, így kevergetve megforrósítom. Ez fél kiló volt, ugye 1,8 a szorzó, tehát 9 deci vizet már föltettem forni. Közben így a rizsre teszek egy olyan fél evőkanálnyi sót. Egyetlen félelmem van, hogy nem marad a mogyoró szószból, mire tálalnom kell. Itt kóstolgatom, és egyszerűen ez az íz kombináció, ez mondjuk már kint is nagyon megfogott és zseniális, de azt kell, hogy mondjam, hogy káprázatos. És ami még fontos a mogyoró szósszal kapcsolatban. Kint, ugye ott van ez a mogyoró szósz készen, és például a vegetáriánusoknak mindenféle zöldséget tányérra tesznek, és egyszerűen ezzel a mogyoró szósszal nyakon öntik. Tehát ennyi az egész. Úgyhogy kint, vagy adják például a tofu nyárshoz is, tehát kint ennek elég nagy szerepe van, vagy inkább azt mondanám, hogy többféle ételhez is jó, közte vegetariánus fogásokhoz is. A rizs megforrósodott, ugye itt nem az a cél, hogy megpirítsuk, csak az, hogyha forró, akkor könnyebben fölveszi a folyadékot, és már mehet is hozzá a víz. A hagyományos bambusznyásokat egy kicsit megkurtítottam, mert nekem ilyen pici nyásakra van mindössze szükségem, ugyanis nem kerül egy nyásra olyan túl sok hús, mindössze 5-6 darab, és személyenként viszont 4 vagy 5 nyárs az, amit tányérra teszünk tálaláskor. Nézzük. Nem kell túlszorosan egymásra tenni, körülbelül így. Jó? És ennyi az egész. Na akkor ebből csináljunk most jó sokat. A kicsi nyársokat oldalanként, ugye 4 oldala van, 4-6 percig kell sütni. Tehát oldalanként 1-1,5 perc a sütése, és eredetileg ez faszénparás fölött készül nyárson. De nyilvánvalóan, ahol erre nincs lehetőség, ott ezt simán sütik serpenyőben. Nagyjából 2 evőkanál kókuszzsírt vagy kókuszolajat szoktak forrósítani, és abban sütik. Én most hagyományos olajat használok, éppen nincs kókuszolajam, de a lényeg így is az, hogy tökéletes lesz majd a végeredmény. Ezek a pici nyársak gyorsan sülnek, ezt mindenképpen tartsuk szem előtt. Jó? Nézd. Ragyogó színt kaptak, gyönyörűek. Közben megtaláltam a jobbik célszámomat, úgyhogy ezzel egy kicsit könnyebb lesz majd forgatni a nyársakat. És ide készítek magamnak egy serpenyőt, amiben majd kiemelem a két nyársakat. Nézzünk egy tálalást. Tányérra halmoztam a párolt rizsből, és szórok rá újhagyma zöldjét. Ugye mellé tettem külön tálkában az acar nevezetű uborka salátát. A grillezéshez elfelejtettem mondani, ha van, aki faszínen grillez, akkor ugye ahhoz, hogy ne száradjon ki a pecsenye, mindenféleképpen egy kevés olvasztott kókuszsírral, olajjal kenegetni kell a nyársat, már eleve úgy kell föltenni magára a rácsra. Nézzük a szószt. A szósz minden esetben már hideg, vagy, de inkább hideg, most mondanám, hogy langyos, de nem igaz, mert mindenhova ki van téve így kiegészítőnek, és ennyi az egész. Tehát amikor kihűlt, egy nagyon pici vízzel még beállíthatjuk tökéletesre az állagát, de ez nem forró, tehát ezt nem kell vissza melegíteni. Éttermesen ugye egy nagyon pici édes szójaszósszal, sötét szójaszósszal meg szokták így locsolni. Így. És akkor most jöhetnek a forró nyársak. Egyet így mindenképp neki szeretnék támasztani a rizsnek, bár lehet, hogy ezzel egy kicsit le fogom rombolni. De ugye fontos, hogy ilyen szép magasan is tálaljunk. És azt hiszem, hogy ennyi. Sőt, tegyünk rá még egyet. Így. És akkor elkészült nekem a bali csirkenyárs mogyoró szósszal. Akinek szimpatikus volt a recept, kérem nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt gondolom mindenképpen tegye meg, hiszen most már több mint 340 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!